A Dalia 60-iak egyik közösségi szintere hosszú évek óta, mióta pedig felújították, még több programmal készülnek az érdeklődőknek. Jelenleg a 60-i galéria egy része is itt üzemel, így több kiállítás is megtekinthető, többek között Gálfi Bódi Tamás linó metszetei, Kovács Árpád érdi festőművész művei, valamint a Vasutas Települések Szövetsége által kiírt gyermekrajzpályázatból született alkotások. A művelődési ház rendszeres találkozóhelye több nyugdíjas klubnak, emellett számos programot rendeztek meg a tavalyi évben, többek között a húsvétváró tojáspartit, élőzenés táncoktatást, kórus találkozót, aerobik versenyt és a sütemények napját. Tompazi Mihály elmondta, a tavalyi évben több mint 8 tábor helyszíne volt az intézmény. Szinte mindenkinek tudunk elfogadtságot kívánni, aki bejön ide a Daliban, és szerintem ez egy művelődési háznak az erőssége, nem csak az, hogy időnként csinál nagyobb programot, hanem az, hogy élet van benne szinte reggeltől estig. Tehát bárki bejön, a legkisebbektől, Babababa klub, az idősekig, tehát nyugdíjas klub, tudunk nekik programot ajánlani. Tehát tudunk kínálni valamit, hogy jól érezze magát, hogy aktívan be tudjon kapcsolódni a közművelődés életbe, a szabadidős programokba. És én úgy gondolom, hogy élnek is ezzel a lehetőséggel, ami nagy-nagy öröm számunkra. Az intézményvezető hozzátette, idén is szeretnék tartani a hagyományokat. Folytatódik a költészet és képzőművészet programsorozat, hamarosan Hászabó Sándor nemzetközileg elismert sajtófotós munkáiból nyílik kiállítás, valamint ismét lesz férfi napi operettgála. Idén tervei között szerepel egy országos népdal és néptánc találkozó megszervezése, valamint táboroknak is szeretnének otthont adni az idei évben is. Természetesen nem marad el a sütemények napja sem, ami a tavalyi évben is nagy siker volt.